Idén áprilisban mutatták be a Gátak és gátlások című darabot, amelyben a szülés körüli élmények, traumák kaptak teret. Ez volt az első közösségi színházi előadás Szombathelyen, amely az Európai Színházi Konvenció együttműködésével jött létre. Később a terrorizmus és az öt fiú is a szervezet támogatásával, külföldi rendezők bevonásával született, azóta pedig újabb produkciót állítottak színpadra az ifjúsági színházi műfajban, Haragos sziget címmel. A tagság számos előnnyel jár a Vörös Sándor Színház számára, hiszen kiléphet a nemzetközi színtérre. A Haragos sziget produkciónk részt vesz a Grazi Schauspielhaus által megrendezett fesztiválon, ahol a 9 színház, aki részt vett az ifjúsági színházi projektben, mindegyike bemutathatja az által elkészített színházi előadást egy ilyen mini fesztivál keretében. A távlati tervei magának a konvenciónak egy ETC fesztivál létrehozása, aminek az első kiadása valószínűleg 2021-ben lesz majd. Kíváncsiság, inspiráció, nyitottság, ez a konvenció hármas jelszava. Jelenleg 43 tagszínházuk van Európa számos országából. Workshopokat, szakmai találkozókat szerveznek, fél évente pedig konferenciát hívnak össze, amelynek Szombathely ad helyet 2020 novemberében. Mintegy 100 résztvevőt várnak, az egyik téma a magyar dráma lesz. Rengeteg különböző ember, különböző náció vesz részt ebben a konvencióban, és ez az egyik haszna, hogy tag legyen valaki, hiszen nagyon színes a paletta, egymástól tudunk újabb és újabb ötleteket meríteni. Amikor egy ilyen konferenciát létrehozunk és összeeresztjük az embereket, az úgy működik jól, ha teret hagyunk nekik, hogy közösen dolgozhassanak, egymást ösztönözve hozhassanak létre új munkát, új eredményeket. A sajtótájékoztatón Horváth Soma és László Győző alpolgármester a Szombathelyi Színház érdemeit méltatták és örömüket fejezték ki, hogy a teátrum a város kulturális nagykövetévé válik az európai színtéren. Jordán Tamás igazgató beszélt a színház létrejöttéről és arról, hogy szeretnének nemzetközi léptékben is rangot szerezni.